2015-ben 15. alkalommal gyűjthettek személyesen információt a szakokról, a felvételi esélyekről és a képzési rendszerről az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás látogatói. A hazai és külföldi egyetemek mellett nyelvoktatással, szakképzéssel, felnőtt és továbbképzéssel, valamint taneszközökkel foglalkozó intézmények mutatkoztak be a látogatóknak. A Pécsi Tudományegyetemnek is érdeke, hogy évről évre képviseltesse magát a rendezvényen. A felvételizőink nagy része, tehát a Baranya, Tolna, Somogy megye mellett Budapestről érkezik, és őket elég nehezen érjük el Pécsről, és a beismerezési kampány során ugyan ellátogatunk 50 középiskolába, de ők jellemzően régiós iskolák, ilyenkor pedig az összes pesti, Pest környéki és minden más vidéki nagyvárosból érkező diák is megismerkedhet velünk. Benyomások, információk, környezetváltás. A pavilonokhoz érkező érdeklődőknek más és más elvárásaik voltak a kiállítók felé. Nagyon-nagyon segítőkész mindenki, sokat segítettek, kaptunk szóróanyagot, ajándékokat, úgyhogy nagyon kedvesek voltak. Azt mondták, hogy nagyon-nagyon jó a diák közösség, és nagyon szereti mindenki, úgyhogy egyelőre tetszik, aztán majd meglátjuk, hogy hogy sikerül a felvételi. Miért a PTE? Miért ne? Jó lehetőségek. Én szimpatikusnak találtam itt nagyon a tájékoztatókat, tehát tényleg készségesek voltak, sok információt tudtak szolgáltatni, és hát azért, mint budapesti, nem lenne rossz elszakadni innen egy kicsit. A háromnapos kiállításon az egyetem mind a 10 korával közel 100 emberrel képviseltette magát. A közreműködők interaktív feladatokkal, játékokkal keltették fel a felvételizők figyelmét.